Bár a cigaretta az egyik legnagyobb mértékben dráguló termék, még mindig sokan vásárolják Magyarországon. A KSH adatai szerint idén a második negyedévben már 152 milliárd forintot költöttek dohánytermékre hazánkban, ez a szám 5,4%-kal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A cigaretta kiskereskedelmi árának 56%-a jövedéki adó, amely három lépésben ismét emelkedik, összesen 29%-kal. Egyszer már volt egy lépés, ami azt jelentette, hogy a minimumadó 28 000 forintról 28.400 forintra növekedett. A következő lépés az 2017. január 1-től megtörténni, ami azt jelenti, hogy a tételes komponens fog emelkedni 15.700 forintról 16.200 forintra. És lesz még egy lépés 2017. július 1-től, ahol ismételten a minimumadó fog emelkedni 28.800 forintról 29.200 forintra. Azt gondolom, hogy ez egy kezelhető és kiszámítható, végre azt tudom mondani, hogy kiszámítható adóemelési lépéseket jelent. Így egy szál cigaretten már nem 28, hanem 28,4 forint lesz a jövedéki adó. A változásokat az is nehezíti, hogy most kell átállni az új dohánytermék irányelv rendelkezéseire, így az uniós szabályok szerinti csomagolást kapnak a termékek, valamint plusz egy szál cigaretta is kerül majd a dobozokba, ami szintén növeli majd az árakat. Az új dobozok bevezetésének utolsó határideje 2019. május 20-a. A tankolás is drágul jövő hónaptól. Ennek oka, hogy egy májusi törvénymódosításnak köszönhetően változik az üzemanyag jövedéki adójának mértéke. Ezt eddig magyar törvények határozták meg, amelyek alapján a benziné 120 forint per liter, amíg a dízel üzemanyagé 110 forint per liter volt. Ez a mérték október 1-től azonban változhat, attól függően, hogy a Brent típusú kőolaj hordonként világpiaci átlagára 50 dollár alatt vagy fölött lesz. Ha alatta, akkor emelkedik a jövedéki adó. Az elmúlt negyed év során 50 dollár alatt maradt a Brent világpiaci ára, így október 1-től a jövedéki adó mértéke benzin esetében literenként 5 forinttal, a dízel üzemanyagnál pedig literenként 10 forinttal emelkedik. A törvény szerint negyed évente történik a jövedéki adó módosítása a meghatározott rendszer alapján. Magyarországon egyébként az üzemanyagárak általában heten belül is többször változnak, függen attól, hogy a világpiaci árak miként alakulnak. A világpiaci ár egy nagyon bonyolult összefüggés, a világpiaci kínálat és keresletnek a függvénye. A mi várakozásunk szerint alapvetően nem lesz jelentős változás a kőolajárakban a következő 12 hónap során, tehát valószínűsítjük azt, hogy a megemelt adó mérték lesz a következő évben is. Jelenleg átlagosan 334 forint a 95-ös üzemanyag literenkénti ára a benzinkutakon. Az üzemanyagár 2012-ben döntött csúcsot, akkor a rekord 451 forintnál állt meg. A szakemberek szerint ilyen magas árszinte kizárt a közeljövőben.